Sziasztok! Éppen úton vagyok horgászni. Most mögöttem nem látjátok, de eléggé be van felhősödve az idő. Nagyon esőre áll. És egyébként nagyon füllett is a levegő, szóval ott lehet egy kicsit elpókázni, de ez legyen a legnagyobb baj. Ha érdekel a mai peca, maradjatok velem! Ott volt a hal, de nem akadt meg. Pedig szépen eltörölte a vidrát. Na, ez nem lesz rossz hal. Vagy harcsa, vagy márna. De inkább szerintem márna, mert nem rúg annyira, mint egy harcsa. Viszont nagyon brutális ereje van. Az bizony. Nagyon szép márna. Pedig nyögben nyelős eddig a horgászat. Gyakorlatilag ez az első normális kapásom. Direkt azért tettem fel a mélyre törő krenkbaitet, hogy hátra tudok fogni márnát. Hát ez sikerült. Hopp, mi van, fáradt el? Biztos van egy 50-55 centi hosszú faroktőbe. És hát olyan 2,5 kiló körül lehet. Fú, milyen vastag tarkója van. Az igen. Meg is szabadult a wobblertől. Hadusszon tovább. Biztos kell neki pár másodperc, amíg észhez tér ebben a nagy melegben. Na, ez egész gyors volt. Hopp, nem volt azért olyan gyors. Még itt van kint a kis vízben. Semmiképp nem akarom addig elengedni, még... amíg nem tud magát elúszni. Na. Legalább... megmentette a betlitől a napot eddig. De szép kapás volt. Harcsa lesz vajon? Szerintem nem. Nem, egy szép balin. Egy elég szép balin. Fú, ezzel meglepődtem. Láttam itt a kis vízbe halakat, nagyobbakat. Azt hittem, hogy a márnák álltak ki így estére a kis vízbe. De akkor úgy néz ki, hogy a balinok. El kéne kezdenem szákot hozni magammal. Nem rossz. Thank you.
Hoppá. Hopp. Még nem akadt ki belőle a horog. Újra erőre kapott közbe. Szerencsétlenkedek itt szegénnyel. Megszabadult a haroktól. Elég jó méretű balin. És el is úszott. Na, egy újabb nem várt vendég. Vagyis a márna igazából várt vendég volt, mert ott célzottan arra dobtam. A márna, illetve a balin is erre az 5 cm-es jozuri krengbétre jöttek, és most abban is hagyom egyelőre a horgászatot, de még nem lesz vége a videónak, mivel visszajövök hajnalban, és majd onnan folytatom tovább. Is volt az első ütés. Remélem, hogy visszajön érte a Domi. Hát nem jött vissza érte. De nem baj, lesz még alkalom. Remélem. Közben elmondanám, hogy körülbelül 2 hét telt el az előző videó felvétele is e között. Ebben a 2 hétben nem igazán tudtam lejutni horgászni, legalábbis nem annyit, amint szerettem volna. És amikor lenn voltam, akkor sem volt nálam kamera. És lehet, hogy mostanában nem is lesz annyi videó, mert per pillanat sokkal jobban élvezem kamera nélkül a dolgot, mint kamerába. Úgyhogy, ha kevesebb videó lesz, mint eddig, az ezért van. És közben meg is van az első Domi, ami le is akadt. Hát, a második nem egy nagy hal. De így napkezdésnek megteszik. Le is rázta magát. Valahol itt van a lábam alatt. Ez már valamivel jobb lesz. És nem is domolykó, hanem egy csüllő. Ez azért nem semmi így tűzi a napon. Van vagy 30 fok. Jó éhes lehetett ez a csüllő. Régen fogtam már, és ott látszik a szájában a 5 cm-es vévsed. Nem kellett neki sok idő, hogy észhez térjen ebbe a melegbe. Szerencsére. A csali, amit használni tervezek a videó második felében, az ez az 5 cm-es vévsed. Tegnap már túl volt a tesztforgászatán, fogtam bele egy kis harcsát és sok szép domolykót. Erről láthattuk most pár képet. De szép ütés volt. Remélem visszajön majd érte, bármi is volt ez. Hát úgy néz ki, sajnos nem. Na ez leakadt, egy harcsa volt az.
nem volt nagy, mert a farkát láttam. Azért kár, hogy leakadt. Na, megvan a következő hal. Szerintem domolykó lesz. És ez is elment. Lehet, hogy a tegnapi akcióból kicsit kicsorbultak a horgaim. Mert azért akkor elég sok halat húztam vele. De nem úgy nézem, hogy épek a horgok. Hát akkor viszont csak nincsen szerencsém, úgy néz ki. Megvan a kövi domi. Nem megy ő sem. Ez a 21 centis méret azért nem az igazi. Remélem, ilyen majd nagyobb is. Na, ez nem volt rossz kapás. Szerintem egy jobb domolykó van a horgon. Igen, az. Teljesen a fa mellől. Egy elég brutál szép domolykó. Sajnos nincsen nálam se szák, se mérce. De biztos, hogy 40 centi fölött van. Ez már domolykó. Nagyon szép öreg hal. Hát olyan 41 centire satszolnám. És úszik tovább. Nem biztos, hogy sokkal tovább tudom felvenni a horgászatot, mert megint elkezdett a kamerám hát kikapcsolgatni. Igaz, most nem a melegtől. Hoppá! Közben megvan a következő hal. Ő is egy nagyon szép domolykó. Tehát nem a melegtől kapcsol most ki a kamera, hanem egész egyszerűen külső akkumulátor, amire rá van kötve. Nem nagyon van feltöltve, vagy nem tudom, valami baja van. Úgyhogy nem nagyon bírja a kiképzést, ezért lehet, hogy abba kell hagynom sajnos a videózást, de hát ez van, majd legközelebb talán jobban meg tudom oldani. Újabb szép ütés után jön a kövi hal. Egy közepes méretű domi. Szerencsére összeszedte magát a kamera, úgyhogy most hát fel tudtam venni már egy jó órája horgászatot. De hoppá. De azóta nem nagyon volt akcióm egyébként. Körülbelül egy óra ez a domi az első hal. Azért még van esély, hogy lesz több, de nagyon abba hagyták az evést. Sajnos a kamerám megint nem bírta a nagy meleget, folyamat kikapcsolt, viszont most, hogy egy árnyékosabb részen vagyok, már nagyjából másfél órája semmi baja nincsen.
Igaz, hogy ez alatt a halak se voltak aktívak, csak ezt az egy halat fogtam, amit az előbb láthattatok. Viszont arra jutottam, hogy ezekben a nagy melegekben lehet, hogy nem lesz már több videó, mert eléggé kiüli az élvezetet a horgászatból az, hogy folyamatosan a kamerát kell nézni, hogy megye, és utána hosszú perceken keresztül életet kell lehelni bele. Úgyhogy arra jutottam, hogy a nyári hónapokat úgymond meghagyom magamnak, és valószínű, hogy majd csak össze fogok jelentkezni, de ez egyáltalán nem biztos, hiszen hogyha ki tudok jutni nyáron hajnalban, akkor valószínű majd csinálok azért még videókat. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, legközelebb találkozunk. Sziasztok!